Szemtől szembe címmel tartottak zenés irodalmi műsort tegnap az Ubecsei Gimnázium diákjai az Ubecsei Népkönyvtárban január 22-e a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Gyienta Lovas, a népkönyvtár igazgatónője örömét fejezte ki amiatt, hogy sokan ápolják a magyar kultúrát. Örülök, hogy minden évben könyvtár ünnepli a Magyar Kultúra Napját, a himnusz születését. Ebben az évben a gimnázium diákjai a produkciát láthatuk. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan ápolják a magyar kultúrát. Ubecse önkormányzata számára fontos, hogy ebben a multikulturális közegben minden együtt élő nép, nemzet kultúrája fennmaradjon, magas szinten legyen, és ennek voltunk szemtanúi itt az Ubecsei Népkönyvtárban. A gimnázisták egy magas szintű produkciót adtak nekünk. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta minden évben január 22-én ünnepeljük, ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát. Ubecse községben a magyar kultúrát sokan ápolják, hiszen van egy Petőfi Sándor magyar kultúrkörünk, ahol rendszeresen szerveznek különböző rendezvényeket, ápolva ezáltal a magyar költészetet, néptáncot, népdalt és mindazt, ami a magyar népi kultúrát alkotja, mondta Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség Ubecse községi elnöke és községi képviselője. Mi magyarok az egész világon, de itt szűke pátriánkban, a Tisza mentén, Ubecsén is lankadatlanul ápoljuk kultúránkat. Nem véletlen, hogy értékeink, kincsenink közül épp a nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé, ugyanis tartalmában, gondolataiban tartalmazza a évszázados értékeinket és sorsunkat. A magyar kultúra alapja a magyar nyelv, de ide tartozik a népdal, a népzene, a viseleteink, a népszokásaink is. Én úgy gondolom, hogy mindazok, akik felelősséget tartoznak, tehát mi is, akik folyamatosan a magyar kultúráért tesznek, mindazoknak egy igazi ünnep ez, és nagyon fontos, hogy mindazt, amit teszünk, azt szeretettel tegyük, mert átadva az ősi kultúránkat, népi kultúránkat, ápoljuk népünk, nemzetünket és a jövőnket szolgáljuk. Ubecse község sikeresen befejezte azt az egyéves projektumot, amely a kezdeményezés a befogadásért elnevezést viseli, amelyet a városok és az önkormányzatok állandó konferenciája, a GIZ Német Nemzetközi Együttműködési Szervezet együttműködésével közösen valósított meg, és amely erre a célra 200 000 eurót különített el. Ubecse községből 15 roma nemzetiségű személynek az elmúlt egy évben munkát biztosítottak a Botra városi depónián, ahol szelektálniuk kellett az elsődleges és a másodlagos hulladékot. 5 személy pedig terepmunkát látott el, melynek során az volt a feladatuk, hogy motiválják a roma nemzeti kisebbséget, hogy bekapcsolódjanak a társadalmi és oktatási rendszerbe. Nagy mértékben megváltozott az életünk egészségi szempontból is, iskoláztatás szempontjából is. Egészen másként néznek ránk az emberek, ha bemegyünk egy intézménybe. Látszik, hogy megbecsülnek bennünket és megbíznak bennünk. Azt tervezem, hogy tovább képzem magam. Nekem csak egy kevés hiányzik. Az volt az álmom, hogy fodrász leszek. Ez a projektum engem arra motivált, hogy tovább folytassam, hogy befejezzem az iskolát, hogy végre állandó munkát kapjak. Ebben reménykedem, hogy végre olyan személy leszek, amilyenre mindig is vágytam. Szeretném befejezni az iskolát és folytatni a továbbtanulást, mert elkezdtem a kereskedelmi iskolát, de nem fejeztem be, mert kislányom született. Szeretné folytatni az iskolát? Valószínűleg igen. Ubecse község nagy számú roma populációjának nem volt egyetlen személyi dokumentuma sem, így a projektum arra is irányult, hogy őket bevezessék a legális kerékvágásba, a szocializálódásba és az oktatásba. Ebben segítségükre volt a Gina Humanitárius Egyesület. Házról házra mentünk, pontosan tudtuk azokat a helyeket, ahol romák élnek. Mindenkit próbáltunk bevonni. Azok, akik jelentkeztek a felhívásunkra, természetesen angazsálva is lettek.
A terepmunka eredményes volt. Ebben az iskola évben több mint 300 személy iratkozott be az általános és középiskolába, illetve az egyetemekre. Ebből 35 felnőtt beiratkozott a második esély elnevezésű program funkcionális oktatására, emelte ki Ivona Bozsovics, az Óbecsei Szociális Központ igazgatója. Mi már új lépéseket is tettünk, így már készül a helyi akcióterv a romák befogadására Óbecse község területén. Most vagyunk félúton. Reményeink szerint a dokumentum 1-2 hónapon belül elkészül. A Tiszamente Kft.-ben egyes személyek már el is helyezkedtek. Tervbe van újak felvétele is, de a fő hangsúly az oktatáson van. Ezen kell a jövőben is dolgoznunk. A projektum résztvevőinek lejárt a munkaszerződése, amely alapján dolgoztak. Közülük 4-en munkát kaptak az Óbecsei Tiszamente Kft.-ben. A többiek pedig továbbra is a depónián dolgoznak, és aszerint kapják fizetésüket, amennyi másodlagos hulladékot gyűjtenek. Ennek a projektumnak köszönhetően a Tiszamente új mechanizációt kapott, de önerőből is jelentős pénzeszközöket fektetett be, hogy a depónián dolgozó munkásoknak megfelelő körülményeket biztosítson. A Tiszamente Kft. Már január 4-én kiírta a tendert, amely már február 4-én zárul is, új beruházásra 20 millió dinár értékben, és ez ismét a depóniához köthető, tehát nem álltunk meg ennek a fejlesztésével. Két roma nemzetiségű sofőrt alkalmaztunk, bejelentett munkán vannak, nem feketén dolgoznak. A másodlagos hulladék szelektálásán is vannak roma munkások, akik munkaszerződés alapján dolgoznak. A projektum eredményei jók és rendkívül sikeresek, ezért komoly munka folyik az újabb tervek elkészítésén. Hogy ez folytatódjon, emelte ki Veszna Vidojevic, a GIZ Német Nemzetközi Együttműködési Szervezet képviselője. Az egész inkluziós kezdeményezés során mind a 7 kiválasztott városban és községben 1200 embernek nyújtottak támogatást. A romák, a visszaesők és a nehezen elhelyezkedők körében, hogy felzárkózhassanak különféle módon a munkaerőpiacon, de külön büszkék vagyunk arra, hogy közülük 236-an munkába is álltak. Mi ezek után nem állunk meg, folytatjuk tovább. Már készül a helyi akcióterv a romák szocializálódására. Minden megy tovább, ez csak egy láncszem volt, ahol megmutattuk, hogy sokat és még többet tehetünk ebben a kérdésben. Az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Iskola szerdán este a Ceruzától a Tasztatúráig elnevezésű kiállítással hivatalosan is megkezdte a 70 éves jubileum megünneplését. A tárlaton a körgalériában a jelenlevők megismerkedhettek az egykori tanulók és tanárok fényképeivel, az archívummal, iskolai és tanítási felszereléssel, az iskola megalakulásától napjainkig. A szerdai megnyitót meglátogatta Óbecse község minden generációja, és hogy tényleg nagy volt az érdeklődés, az is bizonyítja, hogy a körgaléria zsúfolásig megtelt, sőt voltak olyanok is, akik az épület előtt vártak, hogy megtekinthessék a kiállítást. Az iskolában vagyok már 30 éve, 2 évet, mint tanuló töltöttem itt, 10 évet, mint tanár, és 18 évet, mint iskolaigazgató. Úgyhogy ezeknek a panóknak a többségén személyesen is jelen vagyok. Az érzelmek persze mindig jelen vannak, hiszen az életem nagy részét az iskolában töltöm. Úgy is mondhatnám, hogy fél életemet az iskolának szentelem. Natasa Nikolovszki és Dusan Opintyál a szerzői az egész kiállításnak, céljuk pedig az volt, hogy a fényképek segítségével visszavarázsolják az elmúlt évek szellemét, az egykori és a mai oktatást, valamint a diákok iskolai életét ebben az iskolában. Ami karakterisztikus, az az, hogy az emberek emlékeznek a múltra, ezért is gyűjtik az emberek a fényképeket, albumokba helyezik. Így tett a mi iskolánk is, hogy nehogy feledésbe merüljenek az emlékek, és így 1948-tól egészen 2018-ig fényképekkel próbáljuk meg idevarázsolni az iskola életét. Abban reménykedünk, hogy az idősebb korosztály számára megelevenülnek a régi események, melyeket az iskolában éltek át. A fiatalabbaknak pedig bemutatjuk, hogyan alakult az iskola élete az évtizedek során. Szerettük volna bemutatni, hogy iskolánk fennállásának 70. évfordulóját ünnepli, és ez nagyon fontos, úgy a község, mint a régió szempontjából.
Ezt szerettük volna nyomatékosítani, ünnepélyessé tenni. Szerencsére meg tudtuk szerezni a régi fényképeket azoktól az egykori tanulóktól, akik ide jártak az első és második generációban. Tudtunk velük beszélgetni, nyilatkozatot kérni tőlük. Nekem ez az iskola sokat jelent. Otthonomnak és családomnak érzem. Én tanulója is voltam ennek az iskolának. Szüleim is ide jártak. A gyerekem is ide járt. Úgyhogy én itt minden nap úgy érzem magam, mint otthon, és úgy jövök ide, mintha hazamennék. Az intézményben ma 7 oktatási profil működik, 605 tanulója van, és az iskola első diákjainak elmondása szerint valamikor a kezdetekben minden másképp volt. Még a középiskola neve is más volt. Közgazdasági középiskola mérnök Iván Perisics Becsey, ez volt a neve. 2 osztálya volt, 30-30 tanulóval. Volt általános szak és mezőgazdasági szak, mert a mezőgazdaságban hiány volt középiskolát végzett személyekből, és meg kell még említenem, hogy volt egy harmadik osztály is. Oda felnőttek jártak, nagy részt intézményigazgatók, akik szerették volna befejezni a középiskolát. A kiállítás keretein belül megjutalmazták a legjobb képzőművészeti és irodalmi alkotásokat, melyeket az általános és középiskolás tanulók készítettek, a tudomány és a kultúra útja a mi útunk is témában. 60 irodalmi munka és több mint 100 képzőművészeti alkotás érkezett be. Az érdeklődők a kiállítást február 6-áig tekinthetik meg. Eddig lesznek kiállítva az eszközök és a fényképek a Körgalériában. Szerbia állam úgy döntött, hogy útját állja az emberkereskedelemnek, a gyilkosságoknak, az erőszaktevőknek és egyéb bűncselekmények visszatérőinek. A büntető törvénykönyv szigorításával a minimális büntetést 35%-kal növelik. A visszatérők számára a büntetés drasztikusan 50%-kal emelkedik, míg a harmadik bűncselekmény esetén az elkövető nem kaphat az előírt maximális 70%-nál alacsonyabb büntetést. A legszigorúbb elszámolása az igazságszolgáltatásnak a gyermekgyilkosokkal és a többszöri gyilkosokkal lesz, mert a törvény szigorítással az ilyen szörnyetegek börtönbüntetése életfogytig tart majd. Megkérdeztük Óbecse község lakosait, mi az ő véleményük ezzel a témával kapcsolatban. Igen, fontos ezt bevezetni, hogy rend legyen, és hogy ne a naív emberek bűnhődjenek alaptalanul. Igen, be kell vezetni. Nem tudom, mit mondhatnék. Jó is ez, meg rossz is, mert bár sok a bűnügy, mégis emberéletről van szó. Kínában például lopásért levágják a kezedet, úgyhogy valamit tenni kell, mert ez a sok erőszak a gyerekek, nők ellen, amit sajnos az új életszínvonal hoz magával az internet, most sajnos mindenki jogot formál magának. Szerintem ezt egyáltalán nem szükséges bevezetni. Én támogatom ezt. És miért? Mert azt gondolom, hogy az ilyen embereket börtönbe kell zárni, mert nem valóak a társadalomba. Hát nem tudok semmit erről. Igen, kell. Rendben van, minden pozitívat gondolok erről. Úgy is kell. Be kell őket zárni. És miért? Hát azért, mert a börtön után kijön és ugyanazt elköveti, és akkor nem beszámíthatónak nyilvánítják. Az áldozatok száma meg csak növekszik. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a büntetés szigorításával az erőszaktevők 5-től 15 év börtönbüntetést kapnak, az eddigi 3-tól 12 év helyett. A családon belüli erőszakot az eddigi 6 hónap helyett 1 éves börtönbüntetésre szigorították. Gyilkosságért az új törvény szerint az elkövető 10-től 20 évig marad rács mögött, és a legsúlyosabb bűncselekményekért a büntetés 30-tól 40 év szabadságvesztéssel jár. Mintegy 10 000 ember írta alá Szerbia szerte a Szerb Királyság megújulási mozgalom petícióját, amelyet a gyermekek pszichoaktív eszközök káros hatásai elleni védelméről szóló törvény bevezetéséért kezdeményeztek. Az SKMM abban reménykedik, hogy az elkövetkező napokban a tervezett 100 000 aláírásnál többet gyűjtenek össze a törvény meghozására, amelyet állításuk szerint a szerbiai parlament elé terjesztenek.
A szerb királyság megújulási mozgalom nagy akciót indított el Szerbia 75 városában és községében több mint 200 standon, azzal a céllal, hogy minél több aláírást gyűjtsenek a gyermekek és fiatalok pszichoaktív eszközök káros hatása elleni védelméről szóló törvény bevezetéséért. Az izlandi példát követve, ahol kevesebb mint 10 év alatt sikerült visszaszorítani az alkoholizmust és a narkotizmust 44%-ról 5%-ra. Minden Óbecse község kezdeményezéséből indult el, ahol a mozgalom aktivistái majdnem minden ötödik óbecsei lakos aláírását megszerezték. Ha összegyűlik a 100 000 aláírás, ez a törvényjavaslat át lesz adva a parlamenti procedúrába. A Szerb Királyság megújulási mozgalom elnöke Zsiko Gojkovics parlamenti képviselő által. Ez a törvény előírja a szülők és a gyermekek kötelező oktatását, különleges családi kedvezményeket minden aktivitáshoz, kulturális, irodalmi, sport és egyéb eseményekhez, melyen a családok közösen vesznek részt. A Szerb Királyság megújulási mozgalom összeállította azt a törvényjavaslatot, amely előlátja, hogy a szülők vegyék át teljes mértékben a felelősséget saját gyermekeikért, ami azt jelenti, hogy a 16 éven aluliak novembertől áprilisig 22 óra után, áprilistól október végéig pedig 23 után egy nagykorú felügyelete mellett lehetnek az utcán. Ha a kiskorúak az említett időben egyedül vannak, szükséges egy közjegyző által hitelesített külön szülői beleegyezéssel rendelkezniük, emelték ki a pártban. A Szever Gyurkics általános iskola győzött a községi röplabda tornán a lányok kategóriájában, a bácsföldvári Svetozár Márkovics általános iskola csapata pedig szintén első helyezést ért el a fiúk kategóriájában. Óbecse község sportszövetségének szervezésében csütörtökön a Gyorgye Predin Bádzsa sportközpont pályáján 4, illetve 5 röplabda csapat mérte össze erejét községünk általános iskoláiból. A cél az, hogy ezek a fiatalok aktiválják magukat a kollektív sportokban, a fejlődésük és egészségük érdekében, meglátszik a minőséges klubunk a Azt remélem, hogy jók leszünk, nem csak a községi versenyen, hanem a körzetén is, attól függően, hogy melyik csapat jut majd tovább. Lehetséges, hogy kérni fogjuk a körzeti verseny szervezését. A fiúk konkurenciájában 3 óbecsei általános iskola versenyzett, a Samu Mihály, a Zdravko Glozsánszki és a Szever Gyurkics, valamint a bácsföldvári Svetozár Márkovics általános iskola csapata, akik a döntőben győzelmet arattak a zdravkósokkal szemben 2-1 arányban, és elnyerték a legjobb általános iskolai fiú röplabda csapat titulust Óbecse községben. Mi reménykedtünk a győzelemben, mivel ez az utolsó évünk az iskolában. Most 8-osok vagyunk, már 6-os korunk óta ugyanez a csapatunk. Most először győztünk. Minden elismerésünk a többieknek, mert kitűnően játszottak. Mit jelent számotokra ez a győzelem? Sokat jelent, hogy győztünk, hiszen a röplabdában elsők lettünk, kézilabdában pedig 2. helyezést értünk el. Itt mi most iskolai röplabdát láthatunk, bár van néhány tanuló, akik kluboknak is játszanak, ezért az ő játékuk kimagaslóbb a többieknél. Ma egy olyan csapat győzött, akik taktikával játszottak és okosabban játszottak. Nem voltak technikailag jobbak a Zdravko Glozsánszki iskola csapatától, de sokkal türelmesebben és okosabban játszottak. A gyerekekkel dolgozni kell, pont ez az, ami hiányzik nekik. Ők megtanulják az alapokat az iskolában, de a klubokban érik el azt a szintet, ami kielégíti az óbecsei sport elvárásait és követelményeit. Ők mindannyian sokoldalú gyerekek, tehát kosárlabdáznak, röplabdáznak, fociznak. Csak irányítani kell őket az igazi út, az igazi sportjáték felé, ahol ők a legjobbat tudják kihozni magukból. A lányok kategóriájában 5 iskola vett részt, 4 mint a fiú csapatoknál is, még a Zdravko Glozsánszki 2 csapattal képviseltette magát, az egyik óbecséről, a másik pedig a csikériai kihelyezett tagozat csapata volt. Nagy küzdelem után a döntőben az örök riválisok, az óbecsei Szever lányai és a Zdravko lányai közül a győzelmet a Szever Gyurkics általános iskola csapata vitte el. Jó csapatunk van, sokat készültünk, a tanárunk is sokat segített, rengeteg munkát fektettünk bele, ezért őszintén szólva vártuk a győzelmet.
A minőség vitathatatlan, a lányok tényleg kitűnően játszottak, az egész torna is nagyon jó volt. Három csapat emelkedett ki minőséges játékával, a Sever, a Zdravko és a Bácsföldvár csapata. Látszik, hogy a klubokban szépen dolgoznak velük, tehát a jövő biztosítva van ezen a téren. Az általános iskolások után pénteken a középiskolások következnek, Óbecse mindhárom középiskolájának csapatai, akik 11 órától a Gyorgye Predin Bádzsás Sportközpont termében mérik össze erejüket.